Szerbusztok! Köszöntelek benneteket! Rekecki Kont Zsuzsanna vagyok, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Máj Általános Iskola matematika tanára. És a mai óránk témája az egyismeretlenes elsőfokú lineáris egyenlet megoldása. Tehát megismerkedünk a lineáris fogalmával, és a megoldások lehetséges eseteit fogjuk vizsgálni. Lássuk. Tehát az egyenlet, lineáris egyenlet fogalma. Az egyenlet, amely ekvivalens az AX plusz B egyenlő nulla alakú egyenlettel, egyismeretlenes lineáris elsőfokú egyenlet. Tehát mit kell megjegyeznünk? Az egyenletünk alakja AX plusz B egyenlő nullával. Ez a lineáris egyenlet, az x az ismeretlenünk, az a és a b szám pedig a valós számok halmazának egy-egy eleme. És az egyenletünk, az eredeti egyenletünk 2-ször x minusz 7 egyenlő x plusz 4-jel. Ugye alkalmazzuk a disztributív tulajdonságot a zárójel felbontásakor, mindkét oldalból elveszünk, illetve hozzáadunk, aszerint, hogy mit kíván az egyenletünk, és az eredetivel ekvivalens egyenletet fogunk kapni, tehát x minusz 18 egyenlő nullával, az eredeti egyenletünkkel ekvivalens, tehát, illetve ha a szabály szerint a képletet nézzük, ugye az x-ünk az ismeretlen, az együtthatója az 1, ebben az esetben az a szám, és a b pedig a mínusz 18 értékkel egyenlő. Nézzük tovább. Egy egyenletet megoldani annyit jelent, mint megtalálni az összes megoldását, vagy igazolni, hogy nincs megoldása az egyenletnek. Ugye itt is az ábránk szépen mutatja, hogy milyen lépéseket kell tennünk az egyenlet megoldásának folyamatában. Ugye aszerint, hogy mit kíván az egyenlet, elveszünk belőle jobb és bal oldalából b-t, tehát egy számot, vagy pedig osztunk, és így az együtthatónk végezetül 1 lesz. Tehát így néz ki, x egyenlő mínusz b per a az egyenletünk megoldott alakjában. És akkor nézzük, hogy a megoldásnak milyen lehetséges esetei vannak. Az első, mint látjátok, ugye 4 mínusz 7x egyenlő 3x plusz 9. Itt rendezzük az ismeretleneket az egyenlet bal oldalára, és az ismerteket pedig a jobb oldalra. Ennek érdekében elveszünk mínusz 3x-et az egyenlet jobb és bal oldalából, és így itt jobb oldalon ugye eltűnik, a bal oldalon pedig marad 4 mínusz 10x egyenlő 9-el. Most ez a szabad tag a bal oldalon található, ugye mi szeretnénk, hogy a jobb oldalon legyen, és az x-ünk egyedül maradjon, tehát elveszünk mindkét oldalból 4-et, és így mínusz 10x egyenlő 5-öt kapunk eredményül. Ahhoz, hogy az x előtt az együttható 1 legyen, ugye osztanunk kell mínusz 10-zel, mínusz 10 osztva mínusz 10-zel egyet eredményez, tehát marad az x, és 5 osztva mínusz 10-zel az mínusz 0,5, ha átalakítjuk tizedes törté. És ugye 8. osztályban már tudni kell a törtek és a tizedes törtek között az alakítást. Tehát ennek az ax plusz b egyenlő 0 alakú lineáris egyenletnek, ahol az a nem 0, egyetlen megoldása van a mínusz b per a szám. Lássuk a következő esetet. A második egyenletünk 5x egyenlő 5x plusz 1-jel. Tehát itt is rendezzük az egyenletünket, elveszünk belőle 5x-et,
és ezáltal ugye plusz 5x, mínusz 5x ellentett számok, tehát az összegük nulla, így a bal oldalon nullaszor x-et kapunk, a jobb oldalon ugye eltűnnek a kifejezések, az ellentett kifejezések, és marad a plusz 1. Most, hogyha elkezdünk gondolkodni, melyik az a szám, amelyiket ha nullával megszorzunk, egyet kapunk, hát ugye akármeddig törjük a fejünket, ilyen számunk nem lesz, nem fogunk találni. Tehát a második eset, amikor a nullaszor x egyenlő b egyenletnek nincsen megoldása. Tehát ha b nem nulla, az egyenletnek nincs megoldása. Vagy mondhatjuk azt is, hogy üres halmaz, a megoldás halmaza. És a harmadik lehetőség, vizsgáljuk az egyenletünket, 5x egyenlő 2x plusz 3x. Ugye összevonjuk az egynemű kifejezéseket, vagy nevezhetjük monomnak, és akkor azt kapjuk eredményül, hogy 5x egyenlő 5x-szel. Hát itt már látjuk, hogy ugye az egyenlőség jobb és bal oldala igaz egyenlőséget ad, de folytassuk és fejezzük be az egyenletünket, elveszünk mindkettő oldalból 5x-et, ugye, és akkor a képletnek megfelelően itt nullaszor x marad, és szintén az összegük nulla, tehát a képlete ennek az egyenlet megoldásunknak nullaszor x egyenlő nullával, vagyis ha elkezdünk gondolkodni, melyik az a szám, amelyiket a nulla helyére behelyettesítve nullát kapunk eredményül, hát ezt előző tanulmányaink során is már tudjuk, hogy itt az R halmaz elemei közül bármelyiket vehetjük, mert nullával szorozva eredményül ugye nullát adnak. Tehát ennek az egyenletnek végtelenül sok megoldása van, illetve a megoldás halmaza az R halmaz. És végezetül szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a kis ábrát, amely ezt a három esetet, amit én most itt fölvázoltam nektek, egy táblázatban bemutatja, tehát itt van a lineáris egyenletünk képlete. Ha az A nullától különböző szám, akkor egyetlen megoldása van az egyenletünknek. Ha viszont az X előtt az A szám, vagyis az X együtthatója nulla, akkor két lehetőségünk lesz. Az egyik, hogyha B nullától különbözik, akkor nincs megoldása az egyenletnek, ha pedig a B is nullával egyenlő, akkor minden valós szám a megoldása. És akkor nézzük hogy néhány feladatot a gyakorlatban, határozzuk meg az egyenlet megoldásának halmazát. És akkor ehhez írjuk a feladatot a táblára. 7 plusz zárójelben 5 mínusz z bezárva egyenlő 10 mínusz zárójelben mínusz 2 plusz z. Ugye azzal kezdjük az egyenlet megoldását, hogy megszabadulunk a zárójelektől, figyelve, hogy előtte plusz vagy mínusz jel áll. Jelen esetben a plusz, tehát akkor elhagyjuk a zárójelet is mindent változatlanul leírunk. Egyenlő 10-zel, és elérkeztünk második zárójelhez. Itt a zárójel előtt mínusz van, ez azt jelenti számunkra, hogy minden megváltozik, minden előjel a zárójelben, tehát mínusz 2-ből plusz 2 lesz, plusz z-ből pedig mínusz z. Elhagytuk a zárójeleket, amit lehet összevonunk. Plusz 7-et és a plusz 5-öt tudjuk a bal oldalon, tehát 12 mínusz z-t kapunk, és ez egyenlő 10 plusz 2, 12 mínusz z-vel. Ugye itt már lehet sejteni bizonyos dolgokat, de rendezzük tovább a mérlegelv segítségével az egyenletünket, tehát itt a jobb oldalon található az ismeretlenünk, rendezzük a bal oldalra, ezért hozzáadunk z-t az egyenlet mindkét oldalához. Így kapunk 12 mínusz z
plusz z-t egyenlő 12 mínusz z plusz z. Ugye az volt a célunk, hogy jobb oldalon eltűnjön, marad a 12-es, mínusz 1z plusz 1z, ez ugye nullát eredményez, tehát nullaszor z egyenlő 12-vel. És akkor itt van ez a szabadtag, ezt is rendezzük, tehát tegyük az egyenletünk jobb oldalára. Pozitív előjelű, akkor elveszünk mindkét oldalból 12-t, tehát 12 mínusz 12 plusz 0-szor z egyenlő 12 mínusz 12-vel. Tehát ellentett számok, így a bal oldalon marad a 0-szor z, és 12 mínusz 12 itt is 0. Tehát itt tudjuk, hogy a z helyére, az ismeretlen helyére bármelyik számot beírhatjuk. Végtelen sok szám van az R halmazban, a valós számok halmazában, mert nullával szorozva ugye nullát eredményez. Tehát felírhatjuk, hogy a z elemeit az R halmazból választhatjuk. És azért tegyünk egy próbát, ellenőrizzük le. Vegyük a kettest a halmazból, tehát z-re 2-t, és akkor 7 plusz, zárójelbe 5 mínusz 2, egyenlő 10 mínusz, zárójelben mínusz 2, plusz 2. Műveleti sorrend helyes alkalmazásával ugye elvégezzük. Először a zárójelben a műveletet, ebből lesz 3, egyenlő 10, mínusz, plusz mínusz 2 az 0, tehát már is látszik, hogy igaz egyenlőséget kaptunk, tehát kettesre érvényes, de ugyanúgy, ha veszünk egy tört számot, akkor is igaz egyenlőséget kell, hogy kapjunk. És akkor lássuk a következő feladatot. Tehát akkor határozzuk meg az egyenlet megoldásának a halmazát. Következő feladatunk az 5y mínusz zárójelben 3 mínusz y egyenlő 7 mínusz 4y. Ennél a feladatnál is a zárójel felbontásával kezdünk, tehát 5y-t másoljuk. Ugye mínusz van a zárójel előtt, tehát a zárójelben lévő mindkét tag előjele megváltozik, tehát erre oda kell, hogy figyeljünk, plusz 3-ból mínusz 3, mínusz y-ból plusz y lesz, tehát ez egyenlő 7 mínusz 4 y-nal. Bal oldalon látjuk, van két egynemű kifejezésünk, ezt összevonhatjuk, 5y plusz 1y az 6y, mínusz 3 egyenlő 7 mínusz 4 y-nal. És rendezzük az ismeretlenek elhelyezkedése szerint az egyenletünket. Ugye a mínusz 4 y-t szeretnénk, ha a bal oldalra kerülne, ezért hozzáadunk az egyenletünkhöz 4 y-t. 6y plusz 4y mínusz 3 egyenlő 7-tel. Elvégezzük az összevonást, 10y-t kapunk, mínusz 3 egyenlő 7. És a mínusz 3 kerüljön a jobb oldalra, tehát hozzáadunk az egyenletünkhöz 3-at, egyenlő 7 plusz 3, a kettőnek az eredménye 0, tehát 10y egyenlő 10-zel. És ahhoz, hogy az y együtthatója 1 legyen, ugye el kell osztanunk az egyenletet 10-zel, tehát 10y osztva 10-zel egyenlő 10 osztva 10-zel. És az osztás eredményeképpen y egyenlő
egyet kaptunk. Ellenőrizzük le, hogy helyes-e a számításunk. Az y-ok helyére beírjuk az egyest. 5-ször 1, mínusz zárójelben 3, mínusz 1, egyenlő 7, mínusz 4-szer 1. Tehát akkor műveleti sorrend betartásával oldjuk meg a feladatot. 5-ször 1 az 5, mínusz 3, mínusz 1 az 2, egyenlő 7, mínusz 4-szer 1 az 4. 5 mínusz 2, 3, egyenlő 7 mínusz 4, 3-mal. Tehát igaz egyenlőséget kaptunk. Az egyenletünk megoldása helyes volt, és ennek az egyenletnek egyetlen megoldása van, y egyenlő 1. És akkor nézzük a következő feladatunkat, tehát határozzuk meg az egyenlet megoldásának halmazát. Következő feladatunk 2m plusz 3 egyenlő 2 szorozva m plusz 2 plusz 5-tel. Ugye látjuk, hogy a zárójel felbontása az első lépés, amit el kell, hogy végezzünk, tehát bal oldalt másoljuk, 2m plusz 3 egyenlő disztributív tulajdonság alkalmazásával a kettest beszorozzuk m-mel, tehát 2m plusz 2-szer 2 az 4 plusz 5. Bal oldalt továbbra is másoljuk, 2m, összeadjuk a 4-est és az 5-öst, plusz 9-et kapunk. És rendezzük az egyenletünket, tehát elveszünk 2m-et az egyenletből, 2m mínusz 2m plusz 3 egyenlő 2m mínusz 2m plusz 9-el. Ugye itt ellentett monómok kiesnek, plusz 2m mínusz 2m, ugye plusz 2 mínusz 2 az 0, szor m plusz 3 egyenlő 9-el. És akkor még a 3-asnak a helyét határozzuk meg, tehát plusz 3, ezért elveszünk 3-at mindkét oldalából az egyenletnek, és 0-szor m plusz 3 mínusz 3 egyenlő 9 mínusz 3. Tehát ezek eredménye 0, így 0-szor m egyenlő 6-tal. Tehát ez az a helyzet, amikor, tehát olyan számot nem tudunk m helyére írni, amely nullával szorozva 6-ot eredményez, tehát ez az a lehetséges eset, amikor nincs megoldása az egyenletünknek, vagyis mondhatjuk azt, hogy üres halmaz. És akkor maradt még a házi feladat. Figyelmetekbe ajánlom ezt a 4 egyenletet, amelynek megoldásával gyakorolhatjátok ezt a 3 lehetséges esetét a megoldásnak, és ezzel is készülünk a következő óránkra, ahol egy kicsit összetettebb, bonyolultabb egyenleteket fogunk megoldani. És akkor ezzel köszönöm a figyelmeteket, viszontlátásra!